Parádésan kezdte a találkozót a Szolnok, hiszen a hazaiak 10 pontjára egy sem érkezett válaszul. Ezután érkezett meg a meccsbe az Ose, mely rendezte védelmét és javított támadójátékán is. Mindezt egy 9-3-as rohanással mutatta, mellyel 4 pontra zárkóztak fel. A házigazda viszont kézben tartotta az irányítást, visszaverte az oroszlányi támadást, és 24-18-ra megnyerte az első 10 percet. A folytatásban újra elérte a hazaiak előnye a 10 pontot, amit a meccs egy szakaszában csak felezni tudott a látogató, közelebb nem került, a félidőre pedig visszaállt a 10 pontos differencia. A térfélcsere után Subotić vezérletével növelte előnyét az olaj, 52-37 állt a táblán. Ettől kezdve szinte kosárra kosár esett, ha az Ose triplát dobott, akkor a Szolnok is, ha duplát, akkor arra is volt válasz, hogy a különbség csak 2 ponttal lett nagyobb, arról Béli tehet, aki az utolsó másodpercekben bedobott egy 3 pontos kosarat. 64-52-ről indult a záró felvonás, melyet végig kézben tartott a Szolnok. Igaz, egyszer bejött 10 pont alá az Ose, de komoly esélye nem volt a további zárkózásra. Az olaj a 22 pontig jutó Subotić vezérletével 85-69-re győzött, és továbbra is második helyen áll a tabellán. Gratulálok a fiúknak a győzelemhez, a játékot úgy gondolom többé-kevésbé végig kontrollálni tudtuk. Ugyanakkor be kell látni, nem ma játszottunk a legjobb formában. Amit mindenképpen javítani kell, az a védőlepattanók előtti kizárás, amiből túl sok második esélyt hagytunk, és a könnyedén eladott labdáink. Összességében nem játszottunk rosszul, de a saját figyelmetlen hibáink miatt újra és újra hagytuk, hogy visszajöjjenek a meccsbe, ezzel tettük nehézzé. Nagyon kemény mérkőzésen vagyunk túl, de örülök, hogy a buborék után össze tudtuk szedni magunkat, és megszerezni ezt a nagyon fontos győzelmet. De most már ugye a Jászberény elleni meccsre kell koncentrálnunk, így a hosszabb pihenő előtt, az is egy nagyon fontos meccs lesz, úgyhogy már arra kezdünk el készülni. De sok sikert szeretnék kívánni az oroszlán csapatának. Folytatás pedig szombaton a Jászberény otthonában, utána pedig következik egy hosszabb szünet a válogatott mérkőzések miatt. Lengyelországi buborék lett.